bárki posztolhatott verseket itt a belvárosban az igéző előtt, és sokan éltek is a lehetőségekkel a mai napon. Köszöntöm Önöket, ez az Esti Mérleg, itt tehát így készültek a költészet napjára, József Attila születésnapjára. A mai napon azonban rengeteg program várta a versszeretőket, a Szabadművelődés házában például a középiskolásokat várták József Attila születésnapjának költőnk és koravetélkedőre. A szegény asszony rég halott már, de fiát a szél el nem hagyja. Versismeret József Attila élete, története, kortárs költőkhöz fűződő viszonya. Egyebek mellett ezek szerepeltek a feladatok között a 28. költők és koravetélkedőn. A megnyitó után elkezdődött a verseny, amelyet a Szabadművelődés háza, a Tarsói Ifjúságért Egyesület, a Vörös Marti Társaság, a Vörös Marti Mihály Könyvtár és a Fehérvár Média Centrum Kft. Támogatásával szerveztek meg. A rendezvénynek a Szabadművelődés háza adott otthont csütörtökön délelőtt. A csapatok döntő többsége Székesfehérvárról került be. Interneten keresztül lehetett az első forduló feladatait megoldani, és így lehetett tovább jutni a döntőbe. Nagyon felkészültek, nagyon sok minden feladatot megoldottak. Itt ezt mutatja azt is, hogy nagyon nehéz volt eldönteni a zsűrinek, hogy a internetes fordulón feladatokat megoldó csapatok pontszámaiból melyik az, amelyik bejusson a legtöbbe. Tehát nagyon kis különbségek voltak a pontok között. Az első helyezett a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Szakgimnáziumának Megyek utánad nevű csapata. Szavaltak és énekeltek, sőt még egy rendhagyó irodalomórán is részt vettek a Munkácsi Általános Iskola diákjai. Mint ahogy minden évben, idén is így csatlakozott az intézmény a Magyar Költészet napjához. Ha a napsüt feltartjuk, de ha esik, eldugjuk! De ha esik, eldugjuk! A munkácsis gyerekek versekkel, mondókákkal készültek, mégis fehér a teje, és dalokat adtak elő a költészet napján április 11-én József Attila szobránál. Az intézmény alsós diákjai Tamkós Irató Károly, József Attila díjas magyar költőről is megemlékeztek. Két szám jelent meg belőle. Az intézményben mindeközben rendhagyó irodalomóra zajlott, a felsősökhöz Csitári Hók Tamás író érkezett, aki pályafutásáról mesélt a gyerekeknek. Az élménypedagógia jegyében fontosnak tartjuk, hogy a tanórákon kívül más módon is megismerkedhessenek a költészettel. Nagy öröm a gyerekeknek az, hogy nem csak a tankönyvből ismernek meg írókat, költőket, hanem köztünk lehet egy két lábon járó, itt élő Székesfehérváron alkotó ember, aki költő. A felsősök természetesen már jól tudják, hogy április 11-e miért fontos nap a magyar irodalomban. A József Attilához kötődik. És ez az esemény azért is fontos, hogy a gyerekek meg tudják érteni az egész költészet fontosságát, és hogy nagykorukban is ezzel intelligenciát is tudják képviselni. A gyerekek csütörtökön a rendhagyó tanóra keretében a magyar irodalom gyöngyszemeiről, írókról, költőkről és alkotásaikról beszélgettek. Április 11-ét megelőzően is a költészet napjára készült a város, sok helyen tartottak ehhez kapcsolódó rendezvényeket. 7. alkalommal adták át a hét közepén a Vajda János díjat, melyet ez évben Bobori Zoltán érdemelt ki. Vajda János az üstökös emlékére szervezett versíró versenyt a Vörös Marti Társaság és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház. A költészet napjának előestéjén idén 5 lírikus mérettette meg magát az irodalom kedvelők előtt az elismerésért. 2013-ban hirdette meg először a Vörös Marti Társaság és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház a Vajda János díjért való versengést, amelyet azzal a céllal hoztunk létre, hogy elismerjük és díjazzuk a Fejér megyében élő költőket és az ő alkotásaikat, munkáikat, hiszen ahogy itt az elszavamban is elmondtam, nagyon sok tehetséges ember él, nem csak Székesfehérváron, hanem a megyében is, és szeretnénk, hogyha minél többen megmutatnák a tehetségüket és megajándékoznának minket azokkal a versekkel, gondolatokkal, amelyek őket foglalkoztatják. Így volt ez a mai nap is, én nagyon örülök, hogy ezt az eseményt évről évre megrendezhetjük. Nagyon örülök, hogy ennyire különböző verseket hallhatunk, különböző szemléleteket, különböző gondolatokat. Mindig nagy élmény azzal szembesülni, hogy mi is az, ami az embereket foglalkoztatja, és mik azok a témák, amelyekhez ők nyúlnak, és hát nem volt könnyű. Ugye itt a közönség dönt, az ő szavazataik számít,
szavaznak, és hát látható, hogy néhány különbség volt, csak egy-egy szavazat, tehát nagyon-nagyon szoros volt a versengés. Mindenki nagyon szép versekkel és nagyon minőségi munkával nevezett most a Vajda János díjra. Nem törődni a világgal, a világ ezer bajával, meggondolni háborítlan, ami immár közelebb van, illatos hegy oldalában, a tavaszi napsugárban. Nézni illandó felhőkbe, múlt időkbe, jövendőkbe, és azután utóvégre, észrevétlenül, megérve, lehullani önmagától, a kiszállott életfáról, az ismeretlen sírgödörbe, elaludni. Az idei Vajda János díjat a szakmai döntéshozók és a Vörös Márti Társaság dísztermében megjelent közönség szavazatai alapján Bobori Zoltán érdemelte ki, Bőzsöny Ferenc hangját hallva Oda átról című versével. Nagyon örülök neki, meghatott vagyok, ez azt hiszem, hogy ennek a közösségnek a zenismerése és véleménye, ez a Vajda János díj, hát az ember ilyenkor csak azt tudja mondani, hogy megpróbál a továbbiakban is méltó lenni ehhez, és ehhez az egész közösséghez, amiben élünk és alkotunk, és szeretjük az irodalmat, a versmondást, egymást, ezt a nagyszerű közösséget, amiben élünk. A Váli erdő remetéjének a magyar költészet méltatlanul elfeledett mesterének írt versek megerősítést adtak, hogy 2019-ben Székesfehérváron tudják a Marín faragói, miként lehet és kell méltó módon ünnepelni a költészet napját. A legkisebbek is a költészet napjára készültek már a hét közepétől. 14 megyei csapat mérette meg magát a Vörös Sándor országos diákszínjátszó találkozón, itt a megyében, a Művészetek Házában. A Magyar Dráma Pedagógiai Társaság a megyei szervező intézményekkel és szervezetekkel együttműködve idén 28. alkalommal hirdette meg a Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozót és fesztivált. Székesfehérváron 14 gyermekcsoport mérettette meg magát a regionális döntőbe jutásért. Nagyon magas színvonalú csoportok érkeznek ide, mintha nem is gyermekeket, hanem felnőtt profi színjátszótársulatokat látnánk a színpadon, és a Fejér megyei produkció különös nagy sikerrel szoktak tovább jutni az országos fordulóra. A találkozón Székesfehérvár képviseletében idén is bemutatkozott a Szabad Színház Prikulics csoportja. A Fiatalok Nagy Judit rendezésében a Tóvirág című darabot vitték színre. Ezúttal egy erdélyi legenda történetet hoztunk a Vörös Sándor Színjátszó Fesztiválra, Tóvirág a címe. Nagyon-nagyon sokan játszanak benne, több korosztály is, a kis halakat, a kisebbek alakítják, a nagyobb halakat, a mafiózó halakat, pedig a békákat, a nagyobbak alakítják. A darab címszerepében Mátai Flóra Korinát láthattuk, aki Prikulicsos társaival együtt ezúttal is varázslatos előadással örvendeztette meg a közönséget. Hát ez a környezetvédelemről szól, mivel hogy ugye a tóvirág ugye fölmegy, mert ugye szemetelnek a vizekbe, és ugye hát ez nem mehet így tovább, mert hát minden hal így meghal, ugye. A résztvevők megerősítették, hogy a gyermekszínjátszás az egyik legkreatívabb tevékenység, amely a gyermek személyiségét komplexen fejleszti, közösséget teremt, és a tevékenység során megtapasztaltatja a közös alkotómunka örömét. És a költészet napját megelőzően a héten a könyvbemutatókból is kijutott, hétfőn mutatták be Janku Laura Gerlice című új könyvét. Az eseményen közreműködött Barát Eszter is, a versünnep tavalyi győztese. Ne rúd fel, Isten bűnül, nem találom az igaz szavakat. Egy igazán izgalmas könyvet mutattak be a Királykút emlékházban. Janku Laura, József Attila díjas költő és néprajzkutató Gerlice című művéről mesélt a székesfehérváriaknak. A kötet olyan fontos témákat dolgoz fel, mint az anyaság, a magyarság és a hagyományok gondozása. Janku Laura a fiatalabb író és költő nemzetek egyik legtehetségesebb alakja, azt gondolom, a mai magyar irodalomban. Ezen az esten egy kis próza kötetét mutatjuk be, de ő elsősorban költő, de hozzáteszem, hogy néprajz tudománnyal is foglalkozik, tehát nagyon sokrétű az a tevékenységét folytat. Laura nem csak verseket, hanem prózákat is ír, emellett néprajzkutató és óvodapedagógus is. Diplomáját teológia szakon szerezte, melynek hatása érezhető írásaiban is. Istennel való kapcsolata minden művében megelevenedik.
Alapvetően versírással foglalkozom, ezt teljesen szabadon teszem, egy olyan vers létmódot, vagy igen, egy olyan vers létmódban élek, amit az olvasmányaim alapján alkottam meg, tehát nem klasszikus versek az én verseim, nem a szakma szempontjai szerint íródnak. Nagyon komoly kritériumrendszer van az én fejembe akkor, amikor verset írok, de azok nincsenek sehol leírva, azok bennem vannak. Szövegeknek szeretem hívni ezeket a szövegeket, főleg, vagy verseket, főleg azért, mert az az érzésem, hogy vagy ugyanazt írom mindig, vagy ugyanazt írom tovább mindig, csak pillanatilag abba hagyom. Tehát van egy ilyen történés, egy vers történés az én életemben. A másik a próza. A prózát általában arra szoktam írni, vagy olyan célból, hogy beemeljek valamit abból a nyelvjárásból, abból a paraszti mentalitásból, amiben én fölnőttem, és amit most néprajzosként kutatok, és egyszerűen gyönyörködöm a tájnyelvünkben, a nyelvjárásunkban, gyönyörködöm annak költészetében, és ezt a nyelvi világot versben nem tudom alkalmazni, prózába valamivel könnyebb, és ezért prózát egy kicsit, hogy úgy mondjam, feladatok teljesítése, vagy kötelezettségek teljesítése céljából is írok, tehát a magam örömére nem szoktam prózát írni, azokkal általában valamilyen belső igényt, vagy kényszert próbálok teljesíteni. A harmadik dolog, amit írni szoktam, azok ilyen mini eszék, amik hát én azt hiszem, hogy a líra és a próza határán valahol, ami majdnem líra, de még nem, az majdnem próza, de már nem az. Tehát, hogy abszolút magától működik ez a dolog, nem tudom formába önteni, vagy műfajba önteni a gondolataimat, csak a saját formájukat tudom megkeresni, megadni. A ma este pedig Bakonyi István úr megszervezésének köszönhetően jött létre, az ő meghívására és a Vörösmarty Társaság meghívására érkeztem boldogan Székesfehérvárra. Már 5 éve Fejér megyei lakos vagyok, és tulajdonképpen nagyon-nagyon jó érzés nekem most itt lenni, mert teljesen más érzés az, amikor az ember, még ha jött-ment is, mégiscsak egy kicsit a saját szűk pátriájába van jelen. A Gerlicében megtalálható írások Laura személyes vallomásai a társadalmat érintő fontos kérdésekről. És már múlt szombaton is a verseké volt a főszerep Fehérváron a 10. fehérvári versünnep döntőjén. 12 tehetséges döntős mutatta be tudását a Városházán. A versenyt az idei évben Knejfen Nóra nyerte. A zsúfolásig telt teremben mindenki izgatottan várta az idei döntős verseket. A város polgármestere köszöntőjében köszönetet mondott mindazoknak, akik minden évben hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez, és emlékezett Varga Sándorra. Köszönet mindenkinek, aki ebben segítette ezt a rendezvénysorozatot. A Médiacentrumnak azt hiszem, hogy az elmúlt 10 évért is, de hát ezekért a kisfilmekért és a közvetítésért köszönöm szépen a kollégáknak. Engedjék meg, hogy külön megköszönjem a zsűrinek. A versenyzők bemutatkozó kisfilmjük levetítését követően léptek színpadra. A döntősök elvarázsolták a közönséget, a fiatalok hoztak verseket Kosztolányi Dezsőtől, Ady Endrétől, de Reményik Sándortól is választottak. Jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Egy fél órás tanácskozás után végül 13:30-kor megkezdődött az ünnepélyes eredményhirdetés. A zsűrinek, vagyis Závodszky Noémi és Kubik Anna színművészeknek, Bobori Zoltán íróköltőnek, Tornyai Gábor katolikus plébánosnak, valamint Vakler Lajos kollégánknak idén sem volt könnyű dolga.
Csak egy éjszakára. Küldjétek el őket. Kneifel Nóra, Gyóni Géza Csak egy éjszakára című versével nyerte meg a zsűrit. Nagyon köszönöm, hogy ez így valóra válhatott, mert igazából elképzelni se tudtam, hogy ez lehetséges, úgyhogy nagyon jó, nagyon jól érzem magam. Egy igazi, igényes, szép, értékes délelőtt volt, nagyon jó versmondókkal, úgyhogy boldog vagyok, hogy van utánpótlás, ennek a nagyon nehéz műfajnak lesz továbbvivője, lesz aki magasrendű gondolatokat közöljön továbbra is, és erről a kis nemzetről tudósítson. A 10. fehérvári versünnepen a második helyen Csengei Márton végzett, és Kis Viktória állt a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. A döntőn 3 külön díjat is kiosztottak. Az eseményt stábunk is rögzítette, így aki lemaradt volna róla, jövő szombaton 19:50-től megnézheti a Fehérvár televízióban. Szombaton 19:50-től tehát ismét a versek kerülnek majd előtérbe. A Fehérvár televízióban is, ekkor láthatják a 10. fehérvári versünnep döntőjét. Időközben pedig megsokasodtak itt a versek körülöttem az igéző előtt is, és a végére értünk az esti mérlegnek is. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, alvás előtt azért olvassák el a mai napon kedvenc versüket. Viszontlátásra!